estét kívánok! Önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látják. A mai témánk kristályterápia. Maradjanak velünk! Köszöntöm a vendégemet a stúdióba, Meleg Gergely terapeutát. Köszönöm, Gergely, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Tisztelettel, köszönöm én is az invitálást. Gergely, kristályterápia, mit jelent ez? Mit kell ez alatt érteni? A kristályoknak, mint az alternatív gyógyászatnak egyik meghatározó szegmensétről beszélünk most. Igazándiból a kristályoknak az ős erejét használjuk ki arra, hogy az emberi szervrendszereket, vagy akár a pszichének a különböző diszharmonikus állapotait tudjuk helyrehozni, helyreállítani, ugye újra a rendbe beilleszteni, az univerzum, ha úgy tetszik, Isten törvényeinek megfelelően egészséges működésre sarkalni. Nagyjából erről szól. Értem. Lehetséges, hogy jól mondom, hogy ezeknek a kristályoknak van saját energiájuk, vagy esetleg fel is tudják nagyítani az energiát? Természetesen van nekik egy saját ősrezgésük, ugye így hívjuk ezt. Ez a keletkezésüknek a pillanatában ivódik beléjük. Ha úgy tetszik, földanya programozza őket egy meghatározott oszcillációra, rezgésre. És természetesen ugye alkalmassá válnak arra is, a föld mélyéből előkerülvén, hogy másodlagos információkat is rögzítsenek magukban. Itt meg kell említeni azt, hogy rendkívüli precizitást igényel a kristályokkal való gyógymód, hiszen a kristály nem ítélkezik afelől, hogy milyen másodlagos programot fog rögzíteni magában. Tehát mindig a felhasználónak a szabad akaratától függ az, hogy egy kristály milyen programot fog rögzíteni, és mit fog a környezetébe majd sugározni. A felhasználó minden esetben a terapeuta, vagy pedig az egyén is lehet felhasználó? Természetesen ez a tudás, ez mindönké, hiszen a létezésben egy vagyunk, tehát ez a privilégium, ez az isteni eredetünktől fogva mindönké. Titulus ezt nem tudja befolyásolni. Értem. Hogyan fejtik ki hatásukat a kristályok mondjuk egyes betegségekre? Ugye minden szervnek megvan egy maga rájellemző saját rezonanciája. Egy meghatározható rezgés, ami az egészséges szerv működésekor jelen van, ez minden esetben egy rendezett rezgés. Csupán egy terapeutának ugye az a felelősség és az a tudásának a túlnyomó része, hogy megtalálja megfelelő követ az adott szervhez, és tudnia kell, hogy mely kő vagy mely kövek azok, amelyek a saját ősrezgésük révén képesek arra, hogy a rezonancia törvénye szerint együtt tudjanak rezegni egy szervvel, és helyre tudják benne állítani azt a fajta ősrezgést, ami az egészséges működésének megfelelő. Van erre valami tanulmányschéma, vagy a terapeuta intuíciója határozza meg, vagy vannak bizonyos kövek, amik bizonyos szervekre hatnak pont? Mindegyik, azt kell, hogy mondjam. Tehát egy nagyon-nagyon gazdag szakirodalom olvasható, mind ugye alternatív gyógyító személyiségek, mind pedig ugye geológusok, tudósok által publikált könyvekben. Egyrészt, hát ugye ez egy kristályokkal foglalkozó embernek egy nagyon jó alapot tud képezni. Aztán a terápiás munka során ugye az évek alatt kialakul egyfajta megérzés, egy intuíció, hogy melyik a legideálisabb kő az egyes probléma vagy diszharmónia feloldására. Hogy történik a kristályokkal való gyógyítás? Például most én bemegyek hozzád, és azt mondom, hogy Gergely, légy szíves, segíts nekem, mi történik utána? Legelőször is ugye a munkánknak bármilyen alternatív gyógymódról legyen szó, ugye is egy kristályterápiánál is azért a túlnyomó része a pszichológia. Tehát célszerű azért feltárni a lelki okokat. Nyilván téged is megkérdeznélek, ha lenne neked ilyen. Tegyen. Majd ezt követően ugye nyilván egy alkalmas állapotba hozlak, tehát egy kicsit ellazítalak egy meditáció, egy relaxációs gyakorlat segítségével, hogy alkalmassá tegyelek téged a finom energiáidnak az érzékelésére, majd ugye a magadban történő áramoltatására. Majd ezt követően ugye kiválasztjuk azt a követ, amelyik a legideálisabb az adott szervrendszerednek, vagy problémádnak a okának a feloldására.
és ezt az aurádba, a testedre elhelyezve egy gyógyító szertartás következik lényegében. Én nem vagyok ilyen mélységekben benne a kristályokban, ugyanis hát 15 éve én is ülök egy rendelőbe, viszont a helyi kristályt azt nagyon-nagyon szeretem, és van belőle bőven. 8 évvel ezelőtt jött hozzám egy 24 éves fiatalember. A bal alsó lábszárába a vérnyomás 10% volt csak. Megállapították neki az érszükületet, és közölték, hogy ha ez így marad, akkor elveszti a lábát. Majd eljött hozzám, és ugye én alapjában véve reflexológus vagyok, de a lelket említetted az előbb, nyilván a lelket mindenféleképpen támogatni kell, és teszem is. És ugye ennek az egész láb problémának egy döntés volt az alap oka. A barátnőjével együtt élt, és jött volna egy baba, és azt a fiú nem vállalta be. De most, mikor erről tudtunk beszélgetni, nem tudom, isteni szikra, vagy nem valami, súgtak föntről, hogy vedd elő a hegyi kristályt, és körülbelül 20 percig, ugye a fő erek mentén, én ezt a kristályt mozgattam, és ugye azt kértem, vagy azt programoztam bele, hogy az a szűkület, ez szűnjön meg, ez oldódjon föl, az a nagyon pici porszemnyi, vagy még kisebb felület, az váljon le róla, a vérkeringés vigye el, majd üljön ki, stb. Hát ezt csináltuk 4 hónapon keresztül hetente egyszer, és életemben akkor volt először így a kristályokkal kapcsolatban idézőjelbe téve egy csoda, tudjuk, hogy nem az, mert a lélekbe történt meg a csoda, és annak kapcsán gyógyult meg, hogy teljesen átjárhatóak lettek az erek, és akkor visszament, a professzor azt mondta neki, hogy édesfiam, nem tudom, hogy mit csinált, vagy hol volt, de megmentették a lábát, azt mondja, és továbbra is folytassa. Vannak-e ilyen példáid? Igen, nagyon szépen rávilágította erre a folyamatra pontosan, ami a kristálygyógyászat alkalmával történik. Azért hozzá kell tegyük azt, hogy ahogy említetted is, nyilvánvalóan eleve volt benne, de egy nagyon nemes szándék, hogy ezt az embernek segíts. Tehát ez a kiinduló alap. Tehát nem csak úgy az elméből, az elme energiáit felhasználva, hanem a szívnek a sokkal hatalmasabb energiáit használtad fel arra, hogy egy állapotváltozást érje. Ennek megfelelően könnyű volt fenntartanod egy képet esetleg, egy egészséges képet arról, hogy milyen ott az érpálya, tehát ezt a programszerűen átadtad a kristálynak. A kristálynak az a szerepe ebben az esetben, hogy a te általad közvetített energiákat fókuszálja arra a pontra, ahogy említetted, ugye nagyon pici területekről volt szó. Tehát abba a kis területre arra képes nagyon nagy erővel, tehát összesűríteni azt a szeretet energiát, azt a fajta pozitív energiát, amit te közvetítettél. Számos ilyen példa van. Nekem a legemlékezetesebb talán az, amikor életemben először került hozzám egy rákos páciens. Neki a bal mellében volt egy daganat, amelyet valamiért, ahova elment, nem merték operálni. Elkeseredett, és egy kicsit hátat fordított az orvoslásnak. Majd eljött hozzám. Felvállalta azt, hogy Ázberényből felutazott, minden nap párja ugye hozta. És egy darab kristály segítségével, egy hegyi kristály segítségével, így van, 3 hónap alatt sikerült a létezés kegyelméből feloldódni ennek a daganatnak. Megértette a lelki okát, a hátterét, és csodálatosan feloldódott, és ezt igazolta is a kontrollelet. Mindenkit arra bíztatok, aki hozzám jön, hogy az orvoslásnak a diagnosztikai módszereit ezért célszerű igénybe venni így is. Én annak idején az eredeti szakmám klinikai mérnök, úgyhogy tudom azt, hogy az orvoslásnak is vannak rengeteg csodái, ez tagadhatatlan, és amelyik alternatív terapeuta ezt tagadja, hát finoman szólva kicsit tévelyeg. Le lett kontrollálva, és így az elméje is meg lett győzve azáltal, hogy tökéletesen rendben van, és azóta is kiváló egészségnek örvend. Gratulálok, igen. Ezek nagyon érdekes dolgok. Én a napokban hallottam egy olyat, hogy a babának azt hiszem talán most hétfőn kellett volna megszületni, de pénteken kiderült, hogy meghalt anyamében.
Hát persze ez egy tragédia az anyának, meg az apának, ugye? És akkor az egyik barátnő mesélte ezt el nekem, és mondom neki, hogy figyelj ide, ne sajnáld, csak szeresd őket. Sokkal többet segítesz rajtuk, ha szereted. Mondom, ha mered, akkor mondd el, hogy ez a lélek ennyi szeretetre vágyott, 9 hónap kész, és nem kér többet. Ez egy nagyon nehéz, nagyon súlyos mondat, amit én most kimondtam. De ha ezt az emberek valamilyen szinten megértik, elhiszik, hogy te az előfogalmazta, hogy megértette a rákos betegségének a lényegét, akkor ez egy feloldozás lehet, ez egy megnyugvást hozhat, ez a mondat. Tudom, hogy furcsa ezt mondani, hallani, de történnek ilyenek. Hogyne. Így van, tehát a magasabb szintű megértés, ugye, amit említesz, ez a példa, ez azért, bárhogy is nézzük, azért ez a Krisztus tudat szintje, elfogadni egy ilyet, megérteni egy ilyet, emögött meglátni az igazi oki részt, ez óriási mértékű bölcsességre van szükség, és ha valakibe ezt a megértést sikerül felébresztened, és saját magába ezt a bölcsességet kinyitni, akkor óriási távlatok nyílnak meg előtte, és hát ez a valódi eszenciális munkánk, ugye, az emberben fölébreszteni a Krisztust, a Buddhát, a megvilágosodottat, az isteni ént. Hát kinek mi? Igen. Kinek mi? Vallása szerint. Az energiák, említetted, hogy az energiák tárolják, és programozhatóak. Mi mindenre programozhatóak a kristályok? Vagy csak a helyi kristály, vagy többféle kristály is létezik, amit programozni lehet? Valamennyi olyan kristály programozható, amelyik szabályos rács szerkezettel rendelkezik. Ugye vannak háromszögű, hatszögű, rombos, különböző kristály szerkezetek. Ugye ezek pontosan a saját szabályos molekuláris belső szerkezetük révén képesek ugye rezonálni hasonló rezgésekkel, mint amik ugye bennük vannak a rács szerkezetből kifolyólag. A hegyi kristály, ugye, amiről itt beszéltünk, az a leguniverzálisabban programozható kristály, hiszen ugye megnézed, ugye egy teljesen áttetsző, üvegszerű képződményről van szó, ha úgy tetszik, tartalmazza az összes színképet, tehát valamennyi rezgésnek a közvetítésére és befogadására alkalmas. De természetesen, hogyha megnézed a különböző nemesköveket, kristályokat, nevezzük őket bárhogy, akkor nagyjából be tudod őket sorolni az emberi csakra rendszernek a rezgés tartományának megfelelő színképbe. Most ez már az egy táppontot ad arra vonatkozólag, hogyha a terápiás jelleget nézzük, a terápiás célt nézzük, akkor az ember esetében ugye mely szervekhez és mely annak megfelelő lelki hátterekhez tudjuk ezt kapcsolni. De az élet számos területén programozhatók a kristályok, akár a műszaki életben, hát csak gondoljunk ugye a számítógépre, a számítástechnikára, az tele van félvezető kristálya. Tehát az egész ezen alapszik, az emberi programozáson, az emberi gondolaton és szándékon. Nagyon sajnálom, hogy pedig tudtam, hogy miről fogunk beszélgetni, nem hoztam be egy helyi kristályt, nincs a zsebedbe, ugye? Neked nincs sem. Most itt. De azért én mutatom nagyjából, hogy körülbelül minden a nagy ujjam, egy ekkora helyi kristály, mennyi idő alatt nő meg? Ugye erre lennék kíváncsi, hogy vagy ettől nagyobb, vagy kisebb, milyen időt takar ez, hogy amíg ez a pillanattól a végsőig elmegy? Hát ez sok mindentől függ, ugye attól, hogy milyen körülmények között növekszik, de ugye geológusok szerint ez több százezer évtől több millió év is lehet. Nyilvánvalóan az a kristály még lassabban fejlődik, abban kevesebb zárvány van, sokkal tisztább energiaközvetítő is, és ezért nyilván értékesebb is természetesen, ennek megfelelően jóval ritkább. Van nekem egy ilyen vastag, körülbelül így ekkora, mire taksálod annak a növekedését? Hát ugye ezt meg kéne ítélni, hogy milyen tisztaságú. Szép, nincs benne semmi. Színen szennyeződés, ilyesmi, erre tehát gondolsz. Igen, hogyha ilyen üvegtisztaságú, ez bizony évmilliós. Igen. Kialakulást feltételez. Igen. Hát érdekes ez, hogy ugye arról beszélünk, hogy 10.000, 50.000 évmilliók alatt fejlődik ki a Föld mélyén, vagy valahol a Földbe egy kristály. És jé, mire képes? Bizony. Így van. Gondolj csak meg, ugyanez megy végbe az emberi tudatban is.
Most képzeld el, hogy a kristály ugye úgy alakul ki, hogy a föld mélyén, földanya méhében fejlődik, óriási hő és nyomás hatására átalakul a rács szerkezete, megváltozik a belső eszenciája, úgy tetszik a kőzetnek, és majd amikor napvilágra kerül, ugye vagy kibányászák, vagy valaki megtalálja, a fény felé fordítva azt látja, hogy a fény számára átjárható. Igen. Vagyis áttetsző. Ugyanezt történik az emberrel is akkor, amikor felébred, és kezd az eredetéhez ugye visszatérni. Nézd meg, hogy említettél ugye olyan példákat, ahol elég komoly szenvedéseken megy keresztül az ember, és ez az, ami nemesíti a lelket. Ez teszi a lelket alkalmasra arra, hogy a fény átjárjon mindünket, és egy olyan csoda sugározzon elő belőlünk, ami az igazi eszenciánk, az isteni minőségünk. Most került a kezembe, egy kicsit eltérünk a kőtől, de azért van köze a kristályoknak is hozzá. Egy könyv, mégis létezik Mennyország. Nem tudom, hogy találkoztál vele. Egy idegsebész professzor lép át a túlvilágra, aztán mégis visszazavarják, hogy te neked még itt dolgod van, és megírja ezt a könyvet, hogy amit eddig a betegei elmondtak, akik ugye elmentek, meg visszajöttek, azt ő nem tudta elfogadni, nem tudta elhinni ugye orvos létére, és most megtapasztalta, és azt mondta, hogy valami csodálatos, tehát az odától nem kell félni. Most érdekes maga a könyv, érdekes az, hogy egy idegsebész professzor az, akivel megtapasztaltatták. Lehet, hogy ettől hitelesebb? Hogyne. Ugye, Jézusnak van egy csodálatos tanítás, azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. Ő neki feltehetőleg nyilván egy ilyen radikális fordulatra volt szükség ahhoz, hogy ugye a akadémikus tudás által predesztinált elméje egy kicsit meg tudjon fordulni, és nyilván van óriási dolga lesz még a létezésben, és óriási összekötő szerepet és úgymond békítő szerepet fog a tudomány és a spiritualitás között végbevinni. Tehát ez biztos. Egy óriási tudományos tapasztalat van mögöttem, meg egy óriási spirituális megélés, és ezt a kettőt összetéve ez egy igazi csoda. Én hiszem azt, hogy ez a jövő. Szívemből beszéltem. Kristálykoponyák biztos hallottál, hogy tudsz is róla sokkal többet, mint én. Állítólag 12 darab van, és talán kettőt találtak meg. Ugyanolyan áttetsző, mint a hegyi kristály. A kérdésem az pedig, hogy ha a hegyi kristály, hogy munkálták meg? Mert a hegyi kristály olyan kemény, hogy a gyémánt se fogja. És lehetséges, hogy tele van információval? És egyáltalán mi a szerepe, ha erről tudsz nekünk mondani valamit? Ugye a hagyomány szerint ezt az ősi civilizációk helyezték el a Föld különböző pontjaira. Azt mondják, hogy hegyi kristályból van. Hát a hegyi kristályok megmunkálására, hogy hogyan lehetett ezt így megmunkálni, hát gondolj csak be, hogy hogy épültek a piramisok, vagy a Földnek a többi ilyen csodálatos megalit képződményei, amiket a mai tudásunk szerint sem tudnánk ugye felépíteni. Természetesen ebben az időben tudtak még úgy hatni elődeink, vagy a szellemi világnak a lényei, tudtak úgy hatni az anyagra, amit úgy hívunk, hogy szeretet, amit úgy hívunk, hogy tudatosság. Közvetlenül voltak képesek formálni az anyagot, és ennek a tudását különböző rejteki módon, többek között a kristálykoponyák segítségével hátrahagyták nekünk. Hát a mi dolgunk, hogy ezt megfejtsük, hogy mit kívánnak ezzel üzenni. Történt ezzel valami, vagy egyelőre még nem tudjuk? Egyelőre nagy csend van most. Ugye a legutóbbi információ az, amit említettél éppen az előbb, hogy kettő meg került van? Napvilágra, így igen. Van. És a többi még egyelőre. Hát 10 darab állítólag, akkor az még valahol van. Igen. Miért mondjuk azt, hogy mondjuk ezelőtt 6000 évvel, vagy mehetünk még messzebb is, hogy nem volt akkora a tudás, mint most, hogyha találunk kristálykoponyát, hogy azon gondolkodunk, hogy a piramist hogy építették föl, úgyhogy nem lehet, én jártam bent a piramisbe Egyiptomba, már nem lehet bevenni sajnos, nem lehet egy bankkártyát bedugni a két kő közé. Annyira derékszög, hogy az valami fantasztikus. És ugye, hát tonnás darabok. Így van.
Na most nekem erre van egy teóriám, lehet ezt kinevetni. Én azt mondom, hogy egy mágneses térerőt hoztak létre, hogy rátették a tonnás követ, azt így odagurították, szia, így egy ujjal, ott kikapcsolták a berendezést, leesett, ott maradt. De ugye azt is gondolom én, persze az én gondolatom, hogy ezt nem biztos, hogy igazi földi emberek építették. Mi a véleménye? Így van, és inkább ugye a világ minden pontján megtalálhatók ezek a képződmények, tehát nem csak ugye Egyiptomban, hanem Perúban, ugye a világ más, számos más, Kínában, ugye az egész Ázsia területén föllelhetők. Sőt, ugye van egy csodálatos piramis, itt nem is messze tőlünk, ugye Boszniában. Igen. Tehát ezek mind ugyanerről a építési módszerről árulkodnak. Ugye most kezdik felfedezni újra azt a csodát, amit úgy hívnak, hogy toroidikus energia. Szabad energiának is nevezik. Ugye ebben az időben ez korlátlan mértékben az embernek, és nem csak az embernek, természetesen a szolgálatában állt, és rendelkezésére állt. Ugye említetted azt, hogy miért kívánják azt velünk elhitetni, hogy 5-6 ezer évvel ezelőtt még fejletlenebbek voltunk. Ugye hát a szénalapú energiahordozók használata tart minket ott, ahol vagyunk. És ez az a fajta, hogy mondjam, beállítottság, ami azt kívánja elhitetni, hogy mi valaha egy állati létformából fejlődtünk ki. Ez természetesen már sokáig nem fogja magát tartani. Ezzel párhuzamosan, és épp itt van jelentősége annak, hogy valaha tudományos emberek elindulnak komoly spirituális irányokba, hogy egész egyszerűen tudományos eszközökkel fogjuk bebizonyítani azt, hogy ez lehetetlen. És ez fog igazából teret engedni egy újfajta energiahordozó bolygószintű felhasználásának. Ez az őseink, a majmok, vagy ugye az hasonlít a genetikánk legjobban, akkor ez szerinted nem igaz? Nem csak szerintem, hanem a tudomány szerint sem igaz, igazándiból, mert nem találják azt a genetikai kapcsolatot, azt a láncot, ami összekötne, és a genetikai folytatólagosságát bizonyítaná az emberszabású majmok és a homo sapiens között. Hát én megint van egy teóriám, ki lehet nevetni. Úgy ide raktak bennünket, hogy most akkor ezt népesítsetek be, ezt a földet. És akkor még egy mondattal ezt durvítom, a magyarokat rakták ide elsőnek. Aztán, hogy most ennyi nemzetiség van, vagy lett, az nem tudom, hogy évmilliók alatt hogy történt, ezt nem tudom megfejteni, de én úgy gondolom, hogy ha a nyelvünket vesszük alapul, akkor a legszebb, legkifejezőbb, és minden náció azt mondja, hogy nagyon nehéz megtanulni. Igen, így van. Tehát ebből kiindulva gondoltam, hogy talán ebben van valami. Hogy gondolod te ezt, a mi magyarságunkat? Én azt gondolom, hogy egy magyarnak lenni, az alapvetőleg nem egy genetikai kérdés, az egy lelki kérdés, az egy tudatossági szintnek a kérdése, hogy egy emberi lélek mikor alkalmas arra, hogy magyarként inkarnálódva ezt a fajta fejlett kódot, amit úgy hívunk, hogy nyelv, magyar nyelv, ezt hordozni legyen képes, és ezáltal tudja megváltoztatni a környezetet, ha úgy tetszik, a külvilágot. Tehát ez egy tudatszintbéli kérdés, ami természetesen a szeretetre való hajlandóságot is, a szeretetnek az önmagamhoz való ölelését is jelenti. Különös tekintettel ugye arra, hogy ha megnézzük azt, hogy mit jelent az a szó, hogy magyar, hogyha a szó tövét nézed, hogy mag, az az életnek a lehetősége. És bárhogyan bővíted, magőr, magár, magúr, ez mindenféleképpen az élet lehetőségével, az élettel foglalkozik, ami meg maga a szeretet. Az univerzum Isten törvény, rendje. Ez a végszó. Köszönöm, Gergely, hogy itt voltál. Szerintem folytassuk majd még, jó? Legyen úgy. Köszönöm. Én is köszönöm. Kedves nézőink, önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látták. Egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a kollégáim nevében is. Viszontlátásra!